A keresztény magyar államalapítás a magyar állam 1000 éves folytonosságának emléknapján, augusztus 20-án a városi ünnepség keretében adták át Turán a megújult kastélykerti óvodát. A Schossberger kastély parkjában található, megalakulásának 70 éves jubileumát ünneplő intézményben 5 csoportban közel 130 gyermekről gondoskodnak, a báró intézőjének többször átalakított és felújított egykori házában. Az idén megvalósult beruházás 30 millió forintos állami támogatás igénybevételével 50 millió forintos összköltséggel készült el. Nemzeti himnuszunk közös eléneklését követően Csanád Béla Hol vagy István király című versét Lévai József szavalta el. Bár létezel, csak belső bujdosásban, keseredett szívekben, s bátortalanul. Te Isten népe vagy, nem játékszer, se fegyver. Kelj fel, s kiáltsd meg őseid hitét, s ne szégyeld vallani, mi eleinknek életforrás volt, s méltó büszkeség. Kelj fel, ki boldog asszony népe vagy, neki ajánlott fel István király. De hogy segítse azt, ki nem akar gyógyulni, bízni benne, s életét hóhérainak adja záróul. Boldog a nép, mely ünnepelni tud. Mi nem tudunk. Nem jön mosoly szívünkre. Hol vagytok égi látnokok? Keljetek fel, Petőfi és Arany, s a többiek, Adi s József Attila, hol vagy Pilinszki, védő angyalunk? Keljetek fel, csillagai az égnek, ti magyar szentek, hősök és boldogok, keljetek fel ügyünkért, életünkért, s hazátokért ti küzdjetek velünk. Mert nem lehet, hogy annyi szent erő, és szenvedés, és drága áldozat, hiába légyen, és semmit se érjen. Támadj fel újra bennünk, Krisztusunk, kinek országát százszor megtagadták. És lesz még ünnep, százezer szebb ünnep, és boldog nép, mely ünnepelni tud, ha veled küzdünk, és veled maradunk. Ünnepi köszöntőt mondott Cerván György, agrárgazdaságért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője. Kedves turaiak, kedves vendégek, hölgyeim és uraim, kedves gyerekek! Felemelő pillanat egy város életében, amikor egy szívvel ünnepel. 1000 év távlatából Szent István ma is mindenkit meg tud szólítani. Közös ünneplésre, egységre tud hívni. Arra az összefogásra tud buzdítani, amellyel a város felújította 70 éves kastélykerti óvodát. A belügyminisztériumi pályázati forrásaiból elnyert 30 millió forint mellé az önkormányzat saját erőből 20 millió forintot tudott biztosítani, amelyből megvalósult a konyha teljes körű felújítása, teljes tetőcsere, födém és homlokzat hőszigetelése, külső nyílászárók cseréje, csoportszobák felújítása. Államalapító királyunk olyan intelmekkel vértezte fel fiát Imre herceget, amelyek ma is egyetemes értékeket hordoznak. István király szavai túllépnek a királyi paloták falain, a szívünkbe, a házunkba, a kastélykerti óvodába költöznek, hogy iránymutassanak személyes életünkben, családjaink, a település és az ország életében. Szent István király intelmeiben olvashatjuk, hogy a szeretet gyakorlása vezet el a legfőbb boldogsághoz. A kenyérről, a búzáról szóló versek, mesék, az aratódalok, az aratófelvonulások, a táncok, az aratókoszorúk arra emlékeztetnek, hogy Szent István műve, az államalapítás és az ország felvirágoztatása sokkal közelebb áll a helyi közösségek életéhez, mint a kőből rakott paloták világához. Tisztelt ünneplők! Mint mondják, sok darab kenyeret kíván egy esztendő. Köszönöm a földet megművelő gazdáknak, hogy fáradtságos, áldozatos munkájuknak köszönhetően idén is lesz bőven friss, puha bélű, ropogós éjű kenyér a családoknak és a kastélykerti óvodások asztalán is. Úgy tartja a népi bölcsesség, hogy a kenyérnek legjobb dagasztója Isten.
Kívánom, hogy plébános úr kenyéráldása majd terjedjen ki az egész Kárpát-medencére, és sok finom kenyér süljön minden kemencében. Szívből gratulálok a felújított óvodához, nevelkedjen benne sok-sok gyermek a szülők, nagyszülők örömére, Magyarország büszkeségére, nemzedékek hosszú során át. A helyi önkormányzat által alapított kitüntetéseket Szendrei Ferenc Turováros polgármestere adta át a díjazottaknak. A képviselőtestület Turováros díszpolgára címet adományozta Körmendi Miltiádész részére, az óvodás gyermekek műveltségének fejlesztésére, kulturális és sporttevékenységek támogatására, többszöri önzetlen, nagyértékű pénzbeli adományáért. Turáért emlékére kitüntető címben részesült Tóth Lászlóné, a Galga Áfészban, majd a Galga Kóp ZRT-ben a lakosság magas szintű ellátására irányuló, munkahely megóvó, továbbá a helyi civil közéletet és sportot támogató tevékenységéért. Az idei évben másodikként vehette át a Turáért emlékére elismerést Marinka Sándorné, a Turai Őszi Rózsa Nyugdíjas Egyesület vezetője, a Nyugdíjas Klub életének odaadó és önzetlen szervezéséért, a hagyományok megőrzése és továbbadása érdekében végzett, fáradhatatlan tevékenységéért. Szénási József, a Magyar Televízió szerkesztő riportereként, a kulturális örökség megőrzése, Tura széleskörű megismertetése terén végzett tevékenységért vehette át a Turáért emlékérem kitüntetést. Havasi Balázs zeneművét Máté Gábor adta elő zongorán a kitüntetett turai polgárok tiszteletére. Tura mezőgazdasági életében meghatározó szerepet játszó Galgamenti Mezőgazdasági Kft. Felajánlásaként került az ünnepi asztalra az új búzából sütött kenyér, melyet a város római katolikus plébánosa Paja János áldott meg. Uram, hallgass meg könyörgésünket! Könyörögjünk! Istenünk, gondviselő atyánk, minden nap kértünk tőled a mindennapi kenyeret, és ma ez évben kapott ajándékotként idehoztuk az új kenyeret. Hálánk jele, amikor rá Szent Fiad jelét rajzoljuk, és hálás szívvel, örömmel fogyasztjuk. Nem csak kérni, de megköszönni is akarjuk a mai napon az új kenyeret neked, aki gondunkat viseled. Hálát adunk mindazok munkájáért, akik szántottak, vetettek, arattak, szállítottak, őröltek, dagasztottak, sütöttek, hogy illatos ajándékod minden nap asztalunkra kerüljön. Fogadd, Urunk, érte köszönetünket, és áld meg asztalunkra kerülő kenyerünket mennyei áldásoddal, hogy hálás lélekkel fogyasztva, érte neked és embertársainknak hálát adva, testünk és lelkünk gyarapodására szolgáljon. A mi Urunk Jézus Krisztus által, aki nekünk mindennapi kenyerünk, örök életünk és üdvösségünk, és aki veled él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Könyörögjünk! Urunk Jézus Krisztus, te vagy az angyalok eledele és az örök élet kenyere. Kérünk, áld meg kenyereinket. Mint ahogyan megáldottad és megszaporítottad az öt árpa kenyeret a pusztában, áld meg minden terményünket, hogy azokat használva jóságodra hálás szívvel gondoljunk. Add, hogy a földi táplálék testünknek erőt, az élet kenyere pedig lelkünknek üdvösséget adjon Krisztus, a mi Urunk által. Az idén egy picit nehezebben sikerült megtermelni azt a búzát, ami a kenyér alapját szolgálja. Az időjárási viszontagságok miatt nehezebb volt a betakarítás. Mégis azt gondolom, a magyar földművelők képesek voltak annyi búzát termelni, ami az országnak biztonságosan elég. Mi a Galgamenti Mezőgazdasági Kft. Dolgozói saját társaságunk nevében, a város nevében örömmel járultunk hozzá a határon átívelő magyarok kenyere mozgalomban. Búzaadományt küldtünk
most pedig örömmel adom át az Úr megáldott kenyeret. Az ünnepi új kenyérből minden turai polgár jelképesen részesült. Szendrei Ferenc polgármester minden városi intézmény és szervezet képviselőjének, valamint az ünnepségen kitüntetett személyeknek átadott egyet a megáldott új kenyérből, miközben a turai népi énekegyüttes aratási népdalcsokra csendült fel. Búza, búza, de szép tábla, búza, közepivel van egy rezgő nyárfa. Rezgő nyárfa válik a levelétől, én is válok a kedves szeretőmtől. Édes anyám olyan tejet adott, amitől a szeretőm elhagyott. Most is olyan szeretőm hagyott, el sem hagyott, már elfelejtettem. Most is olyan szeretőm hagyott, el sem hagyott, már elfelejtettem. A város polgármestere beszédében megköszönte a kormány támogatását, a projektben résztvevők munkáját és további fejlesztési célokról is beszélt. Felelősséggel tartozunk gyermekeinkért, hogy számukra egy szerethető, élhető települést, lehetőségekben gazdag települést hagyjunk hátra. Örömmel jelentem be, hogy a sportcsarnok építésére való törekvésünket az első körben a tegnap előtti napon támogatták. Este boldogan hívtak föl, hogy átment az első, hát nem szűrőn, az első jóváhagyáson. Remélem, hogy a többi már csak formalitás lesz, és a két minisztérium is fogja támogatni. Az Emberi Erőforrások Minisztérium és a Fejlesztési Minisztérium is. Onnit is kaptunk ígéretet, hogy támogatják, és én nagyon remélem, hogy jövő ősszel át tudjuk adni a sportcsarnokunkat. Azon kívül örömmel jelentem be, hogy megkezdődött a turai geotermális energia hasznosítása. Első körben energetikai célra, paradicsomkertészettel, de mellette párhuzamosan, hiszen nincsen benne tartalékidőnk, egy wellness gyógycentrumot is szeretnénk létrehozni. Én erre egy projektcsoportot hoztam létre, hogy a turai hírlap hasábjain olvashatták. Egy projektcsoportot hoztam létre, egy 8 főből álló, együtt gondolkodó társaságot, akik megfogalmazzák, hogy mi is az elképzelésünk, és milyen irányban lobbizzunk. Nagyon sok támogatónk van ebben, és én azt kívánom magunknak, Tura városának, hogy minél gyakrabban legyünk együtt egy-egy alapkőletételnél, egy-egy átadónál, egy-egy felújítási munka befejezéseként egy-egy ünnepségen. Paja János atya áldotta meg az óvoda épületét, melynek felújítása során megvalósult az épület külső homlokzati és lábazati hőszigetelése, a homlokzati nyílászárók cseréje, a födém hőszigetelése, a meglévő fafödém deszkázatának cseréje, és új tetőfedés került az épületre, valamint új térkőburkolatot kapott a gazdasági bejárathoz vezető járda. Teljes egészében megújult a főzőkonyha, ahol az előírásoknak megfelelően kialakításra került a zöldség és szárazáru raktár, a személyzeti öltöző és mosdó, az élelmezés vezetői iroda, a tálalóhelyiség és egy elkülönített mosogatóhelyiség is. A régi konyhai berendezések selejtezésre kerültek, helyükbe új főzőüst, főzőzsámolyok, tűzhely, elektromos sütő, szagelszívó került beépítésre, és az edénykészlet is jelentősen megújult. A konyha elektromos hálózata és épületgépészeti rendszerei az épület egyéb részeitől leválasztásra kerültek, és teljesen új hálózat került kiépítésre, új kondenzációs kombikazánnal, melegvíztárolóval. A teljes konyha új burkolatokat kapott, és a padló talajnedvesség elleni és hőszigetelése is megvalósult. Az épület belső helyiségeiben a korábbi falburkoló panelek elbontását követően az összes belső helyiséget kifestették. A Kastélykert óvoda kis lakói népi játékfűzéssel ünnepelték a felújított intézmény átadását, melyet követően Gólya Istvánné az intézmény vezetője beszélt a 70 éves óvoda történetéről. Kis
Történelmi méretekhez viszonyítva a 70 év nem túl hosszú időszak, de nekünk turaiaknak mégis jelentős, mert ide kötődünk életünk rövidebb, hosszabb szakasza. Az óvoda alapépülete 1883-ban a kastéllyal együtt épült meg. Schulzberger báró intézőjének házaként funkcionált. A levéltári kutatásaink által tudjuk, hogy 1946-ban a vármegye alispánja rendelkezett Turán napközi otthon létesítéséről, hozzá épület és személyzet biztosításáról. 1946. június 1-től az aratók gyermekeinek szerveztek itt ellátást. Előbb napközi otthonos óvoda, majd egyes számú napközi otthonos óvoda névvel, jelenleg pedig kastélykerti óvodaként folyamatos a működése. Kezdetben szezonális jelleggel működött egy csoporttal, majd a gyermek létszám növekedésével, többszöri bővítés és alakítás után 5 csoportra emelkedett. 2010-ben jelentős fejlesztés történt, hozzáépítéssel elkészült egy új szárny, amelyben alul tornaterem, az emeleten nevelői szoba és iroda kapott helyet. A 70 év alatt újabb és újabb évfolyamok indultak útjukra az intézmény falai közül, generációk nőttek fel, és mára már többüknek a gyermeke és unokája is óvodásunk lett. Kollégáink valamennyien részt vettek óvodánk történetének alakításában. Részt vállaltak a nehézségek leküzdésében, a sikereink elérésében. Anikó, rajtad keresztül köszönöm minden jelenlegi és minden volt dolgozónak az áldozatos, sokszor nagyon komoly szakmai kihívásoknak is megfelelő munkát. Rajtad keresztül kívánok minden dolgozónak erőt, egészséget, és kívánom azt, hogy munkájukban találják meg a munka a mindennapok szépségét. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Az átadás jelképező nemzeti szín szalagot Cerván György államtitkár vágta át, miután az ünnepség résztvevői belülről is megtekinthették a megújult intézményt. Az esemény vendégei a nap további részében gyermekprogramokon vehettek részt a megújult turai kastélykert óvoda kertjében.